Ebben a videóban az Európai Unió és tagállamai című videósorozatunk következő epizódjaként Szlovéniát fogjuk górcső alá venni. Amennyiben foglalkoztat benneteket a témakör, illetve földrajzból érettségire készültök, mindenképp megéri velem tartanotok az elkövetkező percekben, hisz rengeteg földrajzi érdekesség birtokába juthattok az országot, illetően amennyiben nyomon követitek jelen videómat. Szlovénia, vagy hivatalos nevén Szlovén Köztársaság, Európa déli részén az Alpok lábánál elhelyezkedő tengerparttal rendelkező ország. Az már a földrajzi ismertetőnk elején leszögezendő vele kapcsolatban, hogy mind tengeri, mind pedig szárazföldi viszonylatban határvitában áll Horvátországgal, mivel egy nagyjából 5800 négyzetkilométeres terület és az Isztria bizonyos részei miatt mindmáig nem született döntés afelől, kit illessen meg a birtokjoga. Az országot szárazföldön egyébként északon Ausztria, északkeleten Magyarország, déli és keleti irányból Horvátország, nyugaton Olaszország, tengeri szempontból pedig az Adriai-tenger határolja. Eszerint Horvátországgal 670, Ausztriával 318, Olaszországgal 280, Magyarországgal 102 kilométeren határos. Teljes területe 20.273 négyzetkilométer, melyből szárazföldi régió 20.151, a tengeri szekció pedig mindösszesen 122 kilométer tesz ki, népsűrűsége 103 fő per négyzetkilométer, lakossága egy 2022-ben kelt népszámlálási adat alapján 2 millió 80 ezer fő, fővárosa Ljubljana. Természetföldrajzi szempontból Szlovénia igen változatos képet fest elénk, ugyanis területén négy nagy földrajzi tájegység találkozik, melyek a következők. Alpok, Kárpát-medence, Dinári-hegység és a Mediterráneum. Ennek megfelelően legelső tájegységét Közép-Európa leghosszabb és egyben magas hegysége az Alpok alkotja, mely az ország nyugati és északi régióit foglalja el, az olasz-szlovén határon magasodó Júliai Alpok, valamint az osztrák-szlovén határon húzódó Kamniki Alpok és Karavankák képében. A három hegység közül a leghosszabban a másodikként említett Kamniki Alpok terüle Szlovénia területén, ugyanis teljes területe 900 négyzetkilométer. Ugyancsak itt található az ország legmagasabb csúcsa és egyben nemzeti jelképét jelentő Triglav, amely 2864 méteres magasságban tör az ég felé. Egyébként érdekesség a Kamniki Alpokkal és a Triglavval kapcsolatban, hogy előbbi a közelében elhelyezkedő Kamnik településéről, utóbbi pedig a szlávok pogányistenéről, Triglavról kapta nevét. Második nagy tájegysége a Kárpát-medence részét képező 40 ezer négyzetmérföld alapterületű Pannonsíkság, mely az Alföld délnyugati határát képezve nyúlik be Szlovénia északkeleti és középső részére. Területéhez olyan tájak tartoznak, mint Felső-Száva vidék, Felső-Dráva-mente és a területileg erősen tagolt, mélyvölgyekkel és dombvidékekkel tarkított Muravidék. Ez utóbbi egység dombságai paleozoikum miocénkori mészkőből, illetve metamorf kőzetekből állnak, legmagasabb pontja pedig a seregházi csúcs, melynek tengerszint feletti magassága 413 méter. A síksággal kapcsolatban még megemlítendő legdélebbre fekvő részegysége a Lendva vidék is, hiszen földrajzi szempontból ez a tájegység a Zalai dombság részét képezi. Harmadik nagy tájegysége a Dinaridáknak vagy Érchegységnek is nevezett, a szlovén fővárostól Ljubljanától egészen Albániáig mintegy 645 km hosszan,
200 km szélességben és 175 ezer négyzetkilométeres alapterületen elnyúló Dinári hegység. Ahogyan erről már Horvátország földrajzánál is szó esett, a hegyláncolat az Eurázsiai hegységrendszer tagjaként az alpi orogénfázis során emelkedett a felszínre, a mezozoikum időszakban úgy nagyjából 50-100 millió évvel ezelőtt. Főként elkarsztosodott mészkő alkotja, de előfordulnak területén vulkanikus eredetű kőzetek, metamorfitok és dolomit is. Ebből a hatalmas területű egységből Szlovénia az úgynevezett karsztfennsíkot tudhatja magáénak, mely rengeteg dolinát, poljét és barlangot rejt, másrészt pedig legdélibb ország részén két csúcs emelkedik a Dinaridákhoz csatlakozva, melyek a Macei és a Zsumberacska hegység nevet viselik magukon. Negyedik és egyben utolsó nagy tájegysége a teljes területe alapján 2.520.000 négyzetkilométer területen elterülő, 3.839.000 köbméteres víztérfogattal, 46.000 kilométer hosszú partszakasszal megáldott Mediterráneum, Adriai-tengeri partszakasza, melyen jelenleg Horvátországgal osztozik, illetve, mint már ez is említésre került, máig határvitában áll miatt a déli szomszédjával. Ez a térség nevét a Földközi-tenger latin nevéből eredeztetetten kapta, mely nem más, mint Mare Mediterraneum. Az Adriai régió partvidékeiből Szlovénia egyébként 47 négyzetkilométer tudhat magáénak, melyhez hozzáadódik az Isztria-félsziget északi pereme is, melyet egy keskeny szoros választ el a Trieszti öböltől. Szlovénia felszíni vizekben gazdag, vizei földrajzi adottságai ellenére változatosak. Ez azt jelenti, hogy a hegységeiben magas hegységi patakok, karsztforrások, valamint felső és középszakasz jellegű folyók csörgedeznek. Az, hogy a térségben karsztforrások is találhatók, főként annak köszönhető, hogy az ország mintegy fele elkarsztosodott mészkőből épül fel, ami tökéletes terepet biztosít a karsztforrások számára. Ilyen vízei például a Boka vízesés, a Krupa és a Száva baloldali mellékágat képező Ljubljanica. Vízeséseiről azt tudni érdemes, hogy magasságuk eléri a 60 métert is, sőt, előfordul közel 70 méteres magasságból alázúduló zuhatag is. Ilyen példának okáért a Vrata völgyében elhelyezkedő Pericsnyik, melynek magassága 68 méterre rúg. Folyóvizek tekintetében elmondhatja magáról, hogy vízgyűjtő területei megoszlanak a Fekete és Adriai tenger között, mivel például a Dráva és Száva a Duna mellékfolyói, így vizeik az utólag említett, míg kisebb folyói és karsztforrásai, valamint az Isonzó az előbb említett tengerbe ömlik. Ehhez mérten legjelentősebb folyói a már említett Dráva, Száva, Isonzó, de említést érdemel még a Körka, Szotla és Kulpa is többek között. Folyóvizeken kívül Szlovénia rendelkezik még állóvizekkel is, melyek vízfolyásaihoz hasonlóan szintén változatosak. Találhatók területén gleccser, karszt és folyómenti tavak, melyek közül a legnépszerűbb turisztikai helyszínek az elsőnek említett tórendszerek. Ennek legfőbb okozati forrása, hogy a nagy nyári melegekben annyira felmelegszenek, hogy üdülésre kiválóan alkalmassá válnak. Ilyen tavak például a Bledi és a Bohiny völgyében elterülő Bohinytó. Állóvizeihez tartozik még az Adriai-tenger kisebb térsége is, hiszen amint már erről is szó esett földrajzi leírásunk elején, 47 km partszakaszt mondhat hivatalosan sajátjának. A tengervize egyébként a nyári szezonban 20 Celsius fok fölötti vízhőmérséklettel büszkélkedhet, ami szintén fontos a turizmus szempontjából, hiszen évente milliók keresik fel strandolási célzattal.
Szlovénia éghajlata három klimatikus zóna, a mediterrán, hegyvidéki és nedves kontinentális övezet határán fekszik, ami azt jelenti, hogy időjárását is e két klíma határozza meg. Ugyanakkor kihangsúlyozandó, hogy klimatológiai szempontból erős hatást gyakorol rá a hegyvidék és az Adriai-tenger közelsége. Ennek köszönhetően a Riviera partjai mentén enyhe telek és forró száraz nyarak, a középső ország részen hideg telek és meleg nyarak, valamint a négy évszakos klímafelosztás, a magashegységi régiókban a sokszor fagyos, zord telek és hűvös nyarak a legjellemzőbbek. Ez magával vonja, hogy hegyeiben a leggyakoribb csapadékfajta a hó, és az Alpokban lehullott átlagos évi csapadékmennyiség európai viszonylatban is tekintélyes csapadékösszeg, hiszen e térségben 3500 mm csapadék is hullhat, ami ideális terepet teremt a síelést kedvelők számára. Ezen éghajlatra tipikus példát az imént említett Júliai Alpok és Isonzóvölgy szolgáltat számunkra. Középső és északkeleti részein ezzel szemben a nedves kontinentális éghajlat uralkodik, melyre a 800 és 1400 mm közötti csapadékátlagok, valamint a téli-nyári hőmérsékleti értékek között fellelhető hatalmas különbségek a legjellemzőbbek. Így például a téli átlag hőmérséklet általában mínusz 2, a nyári pedig 21 Celsius fok körül alakul. Mivel a kontinentális égövre a négy évszakos leosztás jellemző, ezért gyakori e térségben is a havazás, amelyből kifolyólag extrém mennyiségű csapadék is hullhat. Erre kiváló példa a szlovén főváros Ljubljana, ahol 1951 terén 146 cm hó esett. Szlovénia tengerparti vidékei két égővel ellentétben a mediterrán éghajlat sajátságait könyvelhetik el, ami azt jelenti, hogy az évi csapadékösszegek 1000 mm-es átlagot képviselnek, még az évi középhőmérséklet általában 12 és 30 Celsius fok között ingadozik. Szlovénia ásványkincsekben viszonylag gazdag ország, épp ezért ipara ennek lévén igen fejlett háttérrel rendelkezik, aminek köszönhetően Európa országai közül itt a legmagasabb az életszínvonal, viszont tőkepiaca ennek ellenére megreformálásra szorul. Azt fontos még gazdasági jellemzésünk legelején leszögezni, hogy 1943 és 92 között csak úgy, mint Horvátország, ő is Jugoszlávia részét képezte, így e tekintetben is a legfejlettebb szövetségi államnak ígérkezett. Területén elsősorban higanyt, barnaszenet, vas, ólom és cinkércet, illetve kőolajat bányásznak. Legjelentősebb régiói ez esetben a Zalai-dombság, Tvoje, Zagorje és Mezsica. Ipara leginkább a fémfeldolgozásra összpontosul, de előfordult területén még gyógyszer, textil, fa, valamint papíripar is, melyeknek legfőbb központja Ljubljanában található. Mezőgazdasága az iparral ellentétben kevésbé mondhatja magát jelentősnek, azonban mezőgazdasági termelés jobbára kisparaszti birtokokon folyik. Szántóföldjei területének mindössze 14%-át teszik ki, amelyet az imént említett termelési forma ellensúlyoz. Így az ország szükségleteinek közel 4/5-ét ki tudják termelni. Legfontosabb termesztett növényei között megtalálhatók a burgonya, kukorica, komló, búza, a különféle gyümölcsök és szőlő. Szőlőtermesztés mintegy 22.300 hektáron folyik, melynek köszönhetően nagyjából 90 millió liternyi bort tudnak előállítani. E tekintetben három fő, a drávai, alsószávai és partvidéki borászati régiókra oszlik, melyeken elsősorban kékfrankos és kékportó borfajták készülnek, viszont kiemelendő, hogy a bortermelés háromnegyed része fehér bor.
Ami még a borászatot illetően igen fontos az az, hogy a helyben elkészült nedű nagy részét a szlovének fogyasztják el, azonban az exportra bocsátott termékek litere megharadja 6,1 milliót, amelyet elsősorban az USA-ba, Bosznia-Hercegovinába, Csehországba és Horvátországba szállítanak eladásra. Állattenyésztésének legfőbb alappillére a szarvasmarha tenyésztés, melynek köszönhetően jelentős mennyiségű tejet és húst tudnak előállítani. Szlovénia demográfiai viszonylatban elmondhatja magáról, hogy népessége meglehetősen homogén, ami azt jelenti, hogy lakosságának közel 90%-a szlovén anyanyelvű. Ebből az következik, hogy hivatalos nyelve a délszláv nyelvcsaládba tartozó szlovén, de kisebb százalékban előfordulnak területén magyar, olasz, horvát, bosnyák és szerb ajkú népek is. Magyar ajkú lakosság főként annak köszönhető, hogy a trianoni békediktátum értelmében az ő területére is kerültek át magyarok, akik elsősorban a Mura vidéken élnek. Ami még szintén kiemelendő demográfiai adatainál az az, hogy lakosságának 70%-át a 15-60, 15%-át pedig a 65 év feletti lakosság teszi ki, ami szerint az ország a fokozatosan előregedő országok közé tartozik. Ennek köszönhető, hogy a születéskor várható élettartama férfiak körében 73,25 század, a nőknél pedig 80,84 század évre tehető. Vallási szempontból Szlovéniáról elmondható, hogy lakosságának több mint fele római katolikus, mi 10,1%-a ateista, 2,4%-a muzulmán, 2,3%-a ortodox, 0,8%-a evangélikus, 0,3%-a pedig református vallást követőnek vallja magát. Demográfiai és földrajzi ismertetőnk végszavaként még fontos megemlítenünk legnagyobb városainak sorában Ljubljana, Maribor, Kranj és Celje városait, ugyanis Ljubljanát 284.293-an, Maribort 96.211-en, Krajnt 37.941-en, Celjét pedig 37.872-en lakják. Remélem érdekesnek találtad ezt a videót. Amennyiben igen, ne felejts el lájkot nyomni, feliratkozni, illetve benyomni a videó alatt a kis harangombot, hogy mindig napra készen értesülhess a csatorna legfrissebb tartalmairól. Találkozzunk a következő videóban is. Sziasztok!